Köszöntöm nézőinket, Önök az év utolsó ismerősét látják, benne pedig Muskát Tamásnét, Nusikát köszöntöm szeretettel. Nusika megtisztelt engem, tegezhetem, és én ezt köszönöm neki. És egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni így az év utolsó napjaiban. Nusika jósnő, lehet így mondani. Leszögezzük itt az elején, hogy hobbiból űzi ezt a tevékenységet, majd ki fog derülni, hogy az élet teljesen más területén dolgozott, de hát volt egy olyan képesség, egy készség, ami, ami tulajdonképpen először hobbi volt, aztán most már mondhatni, hogy mindennapos napos vált, most a honnan jött a jóslás a te életedben. Hát én 20 évesen kerültem el innen szexdól, itt születtem, és mentem fel Budapestre. Tehát in itt kezdődött az életem valahol, mentem fel a nővéremhez, ő elvált, és hozzá felmentem, mert ő nagyon ki volt borulva, hát ő akkor pont öngyilkos volt. És hát valahol innen is ered ez az egész dolog, mert ő rajta is segítettem, én hoztam vissza az életbe őt. Azáltal, hogy én felkaroltam őt. Tehát együtt voltunk, együtt. Tehát ő amilyen szinten volt akkor ideg állapotban, én abból őt kiemeltem. Kőbányán dolgoztam akkor az elektromos készülékek gyárába, ott kezdtük, ő is ott dolgozott, és nekem voltak már akkor ilyen, ilyen régi, ilyen hetedik érzékeim, hogy még itt Szexárdon is mindig azt mondtam, hogy én egyszer gazdag leszek, nekem lesz ilyen kocsim, olyan kocsim, és mindig kinevettek ezért engem. És ez valahol az életem során úgy be is következett. Felmentem Pestre, és ott elkezdődött az életem. És nem tudtam a gyárba sokáig dolgozni, mert én arra gondoltam mindig, hogy én valahogy többre vagyok képes. Tehát nem tudtam meg, megelégedni azzal, ami ott van a nővéremmel ellentétben. És akkor én mondtam, hogy hát még életemben nem voltam Pesten, nekem a Pest az elég nagy város, és hát bementem sétálni egyszer a belvárosba, többek között a Baros utcába, és ott egy kávéházba bementem, inni egy kávét. És álltam a pultnál, és ittam a kávét, és valaki megszólított engem, hogy jó napot kívánok, csókolom. Nem lenne kedve ide jönni dolgozni hozzám? Mondom, nekem? Hát mondom, nem, ezt nekem meg kell gondolni, mert én dolgozom, és én nem akarom azt, hogy két szék mögül a pad alá essek, hogy felszámolom, de jöjjön, mert már holnap jöhet. Jó mondom, egy nap gondolkodási időt, na és itt kezdődött el végül is az életem, mert különben nagyon hosszú lenne elmondani, nem 20 perc, 20 óra se lenne elég hozzá. De nem a mondhatni, hogy ezek voltak azok a megérzések, ezek a, ezek a... Amik, amik így mutatták, hogy valamilyen szinten, ha már a saját sorsodat tudod így irányítani, akkor képes vagy arra, hogy mások is. Képes, igen, igen. Ez úgy mikor fogalmazódott meg? Ugye a vendéglátásban kezdtél el dolgozni, rengeteg emberrel találkoztál, megismerkedtél, az ember a nővérén nyilván persze, hogy segít, de mikor indult el az, amikor láttad, hogy esetleg másokon is, vadidegeneken is tudsz ö, ö, jó szóval, tanácsal szolgálni? Igen, ezt jól mondtad, hogy jó szóval és, és szeretettel, és az embereknek nagyon hiányzik, a, a sok emberben nincs önbizalom. Tehát önbizalom hiányába szenvednek az emberek és nincsenek tisztába a saját értékeikkel. És pontosan ez vezet oda, hogy emberek öngyilkosak lesznek, és, és elégedetlenek a külsőjükkel, a belsőjükkel, mert nincsenek tisztába vele, hogy ők valójában mit érnek. És hát én erre gondoltam, hogy akkor elkezdtem, 30 évig Budapesten éltem, kétszer férhez mentem, a sok kudarc, a sok jó, a sok rossz, az tanított meg engem arra, hogy ezt lehet, hogy én tudnám, miután befejezem a munkám, mert volt egy, volt, megbetegedtem, magas vérnyomásos beteg vagyok, és akkor kénytelen voltam leszázalékoltatni magam, mert nem tudtam a munkámat csinálni. A vendéglátónát csináltam, és nagyon jól csináltam. Állítólag egyedülálló voltam a, a vendéglátó szakmába is. Még itt Szexárdon is dolgoztam ott a szalombüfébe két évig. Azt a Gábort, aki a mai napig is a főnöke, azt én tanítottam meg a vendéglátóra. A mai napig hálás nekem. Tehát itt is dolgoztam. Na mindegy, ez befejeződött ez a korszaka az életemnek, ugyan még mindig szívesen csinálnám a vendéglátót, úgyhogy segítenék valakinek. De amikor leszázalékoltattam magam, és leszázalékoltak, akkor arra gondoltam, hogy most le vagyok százalékolva, nem vagyok aktív, hogy mit kellene nekem csinálni, mit kellene kezdeni magammal. És volt nekem egy bécsi barátnőm, aki Bécsbe ment férhez, a Vera, és együttesen mentünk el, jött neki is, mert az édesanyja nagy kártyás volt, jósolt is nekem, meg, meg sok mindent tanultam tőle. És kértem arra, hogy tanítson meg engem kártyázni. És akkor jártunk egy ilyen jósoló iskolába, a barátnőm az ilyen ingával, meg tenyérbe. Én ennek... ennek ma már nagy köre van nagy tulajdonképpen köre. a módszereknek. Igen, és én a kártyára hagyatkoztam, mert valahogy nekem a kártya az azonnal mutatja a jelent, a múltat, meg a jövőt rögtön és akár egy hónappal előtte, utána, tehát akár másnap is történhet az emberrel valami. Nusika, ez most ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt bárki elmehet és megtanulhatja, vagy ez így azért nem igaz? Tehát meg lehet hallgatni ezeket az előadásokat, de nem biztos, hogy mindenki képes lesz arra, hogy egy kártyából úgy olvasson, ahogy például ezt teteszed. Nem mindenki képes erre, nem mindenki fogékony erre. Ehhez kell egy borzalmas nagy emberismerettségnek kell lenni, és egy intuíció készségnek. a hetedik érzékem mindig mindent sugal nekem. Tehát a hetedik érzékemre nyugodtan hagyatkozhatok, mert amit én gondolok, az mindig bejön nem tudom miért van, hogy milyen adottság, vagy ez miből ered, honnan ered, de amire ráérzek, mindig bejön. A rossz jó is egyaránt. A család ezt hogyan fogadta? Hát a családom végül is itt van mindegyik szexárdon, csak hát ők egy más világba élnek, ugye ők az a vidéki a egy férj, egy férfi az életünkbe több nem lehet, szóval ő ilyen szinten van az egyik testvérem. A másik test, de szereti, mert ő magának is szeret jósolni, ő is szeret magának. De ő, ő más hogy éli meg ezeket a dolgokat. Uh -huh. ő, ő nem olyan modern. Ő a fiataloknak az életvitelével nem ért. Tehát itt a példa arra, hogy ő nem lenne ar arra alkalmas, ha például akár én bekopogtatnék hozzá, akkor nem biztos, hogy tudna nekem segíteni. Nem, hát jósolni tudnám az ő maga egyszerűségébe, de a, a, a logik. Logika kell ehhez, borzalmas nagy logikai. Uh -huh. Meg kell uh -huh. találni a kártyának az összefüggéseit, hogy mi mit jelent adott esetben és szituációkban, hogy mikor nem mindegy, hogy a kártyák hol helyezkednek el. Tehát... Nos, igen, sokan járnak hozzád, ö, nyilván, ö, de vannak-e olyanok, akik kétkedve néznek rád? Tehát mi azért itt beszélgettünk már az adás előtt, és leszögezted, hogy te nem vagy boszorkány, nem vagy kuruzsló, te megteremtettél magadnak egy életet bizonyos eszközökkel, és hogy hangsúlyozni szeretnéd, hogy neked ez a jóslás, ez hobbi, tehát semmiféle anyagi ö, hasznot ebből nem remélsz, egyszerűen szeretett csinálni. Milyen ennek a dolognak a megítélése? Én szeretek emberekkel foglalkozni. Na most hazudnék, ha azt mondanám, hogy az ajándékot, hogy nem fogadok el. Tehát ennyire nem vagyok én se Rűd, meg annyira szeretem a pénzt is, hogy azért valami juttatást azért kapok, de én valahogy a, az én vendégeimre bízom. Nagyon sok a kártyások, akik jár, jönnek hozzám jósolni, annak a háromnegyed részének e, ingyen jósolok. mert Mert vagy nincs pénze, vagy emberileg, emberileg. Mm -hmm kapok tőlük ajándékot, hát most is a karácsonyom az abból telik, hogy a, a mind a, az átjáró ház olyan a lakása, mert mindenki hozza a kis, kis csekély kis ajándékot. És én ezért hálás vagyok, és egyszerűen, hát gondolok a pénzre is, ugye, én nem mondom, mert hát a, a túl jól nem állok anyagilag, hát van 50 ezer forint nyugdíjam, de nem panaszkodok, mert vannak emberek, akik rosszabbul élnek. Azért én a magam gesztenyéjét én kikaparom magamnak, hogy hogy, mint, nem kártyából, kártyából is, hát egy pár forint szerény, de inkább az ajándékok. És én azt értékelem. Szeretem az embereket, szeretem a, ezeket a... A, a embereknek segíteni. Mert amikor én fiatal voltam, én árvaházban nőttem fel itt szexárdon. Én 14 éves voltam, amikor kijöttem az árvaházból, és én, én nem tudtam senkinek elmondani a bajomat, bajomat, nem tudtam megosztani senkivel, mert erre senki nem volt nekem partner. Tehát magamnak mindent magamért tettem, hogy idáig eljussak. És most én arra gondolok, hogy akkor milyen jó lett volna nekem is valaki segítőkezet nyújtott volna a problémákba, a gondokban, és most én ezt kihasználom, hát valami küldetésem biztos van az életbe, és nekem ez a küldetésem. A hat éve meghalt az élettársam, azóta egyedül élek, és én ebbe élem ki magam, és imádom a cicákat. Van négy cicám. Mit várnak az emberek, amikor bekopogtatnak hozzád? Hát az... Mi kell nekik? Jövő? a Jó, rossz dolgok? A kell nekik a jövőt, szeretnék tudni, hogy mi várható. Az életükbe, ebből a, a nehéz, de van a, vannak jó sorsú emberek, és mégis elégedetlenek. Uh -huh. Mert minden, mindazok ellenére, hogy jó az életük, van pénz, van csillogás, van minden, de a legfontosabb, a lelki béke, az nincs meg nekik, és azt meg tőlem várják. Hogy én támogatást nyújtsak nekik lelkileg. Meg És én lelki támaszt nyújtok, igen. És én meg tudom adni. Hát a visszajelzések arra utalnak, mert ha valaki nem találná meg a lelki békéjét nálam, akkor nem jönne többet el hozzám jól érzik magukat, elbeszélgetek, és mindig azt mondják, de jó, hogy idejöttem, milyen igaza volt X-nek, Y-nak, hogy idejöttem, nem kell elmennem pszichológushoz. Én lelki támaszt nyújtok az embereknek, és ez, én erre nagyon büszke vagyok. A közszeretetnek örvendek. Hát sokszor már olyan fáradt vagyok, tegnap is jött Bátaszékről, Budapestről jön hozzám valaki, tehát vidékekről jönnek, mert a hír elmegy, hogy te itt ha ki vagyok, be vagyok, mondom, és honnan jön, mint ahogy neked is mondtam, hogy hát ki az, aki ajánlott engem, mert mert azért szóval nem akarom én ezt ilyen nagy dobra verni, de akarva, akaratlanul, olyan népszerű lettem, hogy egyszerűen már már nem is sokszor már nem tudok vele mit kezdeni. Annyira elfáradok, lefáradok, hogy hogy azt nem is tudom elmondani. Hát gondolom, fárasztó azért mások a problémáit Borzalmas. látni. Ö a rosszat mennyire lehet megmondani? Mert az, az, az nyilván azt, ugye az ember elképzeli, hogy 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 elmegyek, és akkor megmondják, hogy a jövőmben nagyon szép dolgok történnek szerelem, család, karrier, de hát ugye ez az élet mutatja, nem mindig így van. Amikor a rosszat látod a kártyában, akkor a rosszat, mit mondasz? Meg kell mondani a rosszat, és azzal is szembesülni kell. Nem csak jó van az életbe, mert hiszen, ha minden jó lenne, ha nekem az életem ilyen fenékig tej föl, le, lehet, hogy most nem ülnék és nem tudnék erről itt beszélni. A rossz az, ami az ember arra engedi következtetni, hogy a rosszból meg a múlt nélkül nincs jövő. Tehát a rosszból tudunk tanulni, hogy ne kövessük el, vagy, vagy ilyet nem kellene csinálni, mert, és a, hogy abból erednek a jó dolgok a rossz. Ha Nincs rossz az életünkben, akkor, akkor mi biből okulunk és tanulunk. Tehát a rosszból lehet, és megmondom a rosszat is. Szerencsétlenség, mert a kártya mutatja, sajnos mutatja, hogy ez is ez bekövetkezik, sajnos bekövetkezett. Most van egy páciensem, egy hölgy, aki például nem hitt abban, hogy az édesanyja nála volt, és hát ő viselte a gondját, de egy nagyon beteg valaki, és már teljesen idegileg lemerült tőle, kimerült, párkapcsolatban él tíz éve, és ez a párkapcsolatának a rovására ment. Az, hogy az édesanyja ott volt, és mondtam neki, hogy legyél nyugodt, meglátod, hogy a jó Isten ebből téged, mert nagyon beteg volt. Tehát szegény olyan állapotban volt, hogy talán jobb lesz, nagyon rossz kimondani, de, de mert hiába. Váltása. De megváltás váltása. az életébe. És azt mondta, hogy ővel ez nem fog előfordulni, és hogy az ő párkapcsolat, hogy ő férhez menjen, mert ez, ez nem erről ő hallani nem akar, de a, a párja is erről nem beszél, de hát mondom, provokált ki, hát tíz éve vagytok együtt, és most volt nálam két hete, és mondtam neki, hogy azt látom, hogy sajnos előbb egy halálesettel fogsz szembesülni, és utána meg félrehez fogsz menni. A és, megoldás. Be, és bekövetkezett. Most két hete eltemette az édesanyját, és január 7-én hivatalos vagyok az esküvőjére, mert azt mondta Nusi, nálad nélkül nem megyek férhez, mert ezt, hogy idáig eljutottam, ezt csak neked köszönhetem. És ott lesz a, a Bodri Borozóba lesz január 7-én az esküvője, és én arra hivatalos vagyok. Tehát én már sok lányt férhez is adtam. Mit lehet mondani az olyan embereknek, akik ahogy te fogalmaztál, nem alkalmasak a jóslásra. Azt mondtad, hogy vannak olyan emberek, akik bejönnek, és olyan kisugárzásuk van, hogy azt látod, hogy, hogy, hogy nem, nem lehet. Nem, nem lehet mit mondani, mert mitől lesz egyáltalán valaki alkalmas arra, hogy tudja a jövőjét, és esetleg nem alkalmas arra, hogy lássa, hogy mi fog történni. Vannak nők, meg esetek, akik ilyen megrögzötten ragaszkodnak valamihez, és nem akarnak eltérni arról, történetesen ez inkább a párkapcsolatra igaz. De van valaki, aki jár hozzám, akit nem tudok eltéríteni arról, hogy te, ez nem a te világod, ebben neked nem lesz jövőd, de ő, ő ragaszkodik hozzá erősen, görcsösen, hogy de neki ez lesz az ő párja. Csak, csak, nem tudja még, hogy hogy. Én mondom neki, hogy ez nem lesz. Ez másé. Hát értsd meg. De egyszerűen ehhez ragaszkodik. És ha én mondom neki, hogy pedig más párkapcsolat van neked kilátásba, mert én látom, mert a kártyának ez az üzenete, ezt felejtsd el, próbáld kiiktatni az életedből. Egyszerűen, és ilyen önfejűen csökönyös. Annyi dolgom van vele, olyan nehéz eset, pedig jön hozzám, majdnem minden nap ott ülne nálam. Ez például egy nagyon jó, hogyan lehet azt leszabályozni? Hát azért mindenben ugye a mértékletesség az nagyon fontos. Most azért sem tőled ö, nem lehet elvárni, meg hát úgy egyáltalán az olyan abszurd dolog lenne, hogyha valaki minden nap egy jósnőhöz elmenne. Ezt hogyan lehet lekorlátozni, vagy hogyan lehet esetleg a páciensekkel megértetni azt, hogy bármennyire is mondjuk jól esik nekik az a beszélgetés, ami talán nap mint nap töltődést adna, az azért nem lehet mindennapos, vagy nem nem tudom, hogy mi ennek a ritmusa, vagy mikor lehet, mik azok az időszakok, amikor célszerű menni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy egy hónapot feltétlenül meg kell várni. Egy hónap alatt, hála Isten, vagy sajnos, olyan sok dolog történik, nem is hiszi el senki, hogy milyen sok dolog történhet egy hónap alatt. Hogy egy hónap múlva jöjjön újra el. Vagy ez később. Az, hát, vagy később. De inkább sajnos előbb akarnak jönni, már két hét. Na, el szeretném mondani, mert történt velem ez. Tudja, az, amit akkor mondott, az bejött, és úgy szeretnék róla beszélni, és annyira nem tudom kivédeni, a jó, hát akkor gyere is mond el. Uh -huh. Tehát ilyen, ilyen, ilyen Tehát lelki, ez inkább ilyen visszaigazolás? Ilyen visszaigazolás, hogy hát ha történt, akkor gyere el, és oszd meg velem. Tehát azért mondom, hogy ez nem, nem anyagi függő, hát ilyen emberi sorsokat. Én próbálom a nőket a helyes útra terelni. Az főként én, női páciensek főként vannak? Főként női, és fiatal, fiatal hölgyek, nagyon naivak. Nagyon nincsenek tisztába a saját értékeikkel, nincsenek tisztába azzal, hogy, hogy hogy induljanak egy párkapcsolathoz. Tehát borzalma, nem is hinni az ember, hogy milyen sok naív Nő van, aki egyáltalán nincs tisztában önmagával, hogy hogy kezdjen egyáltalán egy párkapcsolathoz. Tehát nagy hibákat követünk el? Nagy hibákat követünk el bizony, nagy hibákat. Én a saját hibámból okulva azért mondom, és próbálom őket a helyes irányba terelni, és pontosan azért jönnek hozzám, mert nagyon sok emberen segítettem. Nagyon sok embert, nőket, itt szexárdon megmentettem az öngyilkosságtól. Volt olyan eset, hogy ott aludt, ott altattam nálam, mert egyszerűen nem mertem hazaengedni a kis gyerekével, mert olyan állapotban volt. Lehet azt mondani, hogy amikor Jósnőhöz megyünk, az már egyfajta ö, végső kétségbeesés? Hát igen, lehet ezt mondani. Lehet ezt mondani, hogy a végső kétségbeesés. Ö, vezérli oda őket, ha bár vannak esetek, hogy minden rendben van. Most volt nálam egy pár olyan eset, hogy eh, ahogy a kártyát eh, 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 szétraktam, és mondtam neki, hogy én nem tudom, nem látnék a kártyában. Miért van itt? Há, egyáltalán miért van itt? Azt mondja, pontosan azért, hogy ez meddig tart, vagy tartós, meg számíthat, hogy ennek van jövőképe, ez meddig fog tartani, hogy mit ne csináljak ahhoz, hogy ez ne így legyen, tehát ilyen tanácsokkal látom. És én. akkor úgy látom én, Nusika, hogy az emberek nem szégyellik már, ez biztos, hogy van, ahogy itt utaltunk rá, aki nem nézi jó szemmel azt, hogy valaki éppen jósnőhöz jár, vagy foglalkoztatják ezek a dolgok, de azért úgy az emberek többsége felvállalja ezt, és ezt lehet mondani, hogy természetes lett. Kérdezem én itt, ugye az évvége van, utaltunk rá, hogy az utolsó ismerősben beszél. Persze, hogy az ember azért ilyenkor, talán ebben az időszakban ö, szeretné tudni azt, hogy mit hoz a, a, az új év. Mit lehet mondani, hogy általában a jósnő hogyan látja? Ez a 2006-os év mit hozhat mindannyiunknak? Én azt gondolom, hogy ez a 2006-os év, most már hosszú évek óta csinálom, kísérem végig a, ezeket az éveket, ugye? Most már tíz éve. Én úgy látom, és én nem tudom, hogy kiemeljem mondani, de kimondom, az én szemszögömből, az én meglátásom, ahogy a kártyát, ahogy uh, uh, rakom, mert hogy ki, azt is megjósoltam, hogy ki lesz a miniszter, például. Senki nem hidd benne, csak én, úgy lett, én azt gondolom, hogy ez a 2006-os évez mindenki számára jó lesz. Jaj, de jó. Jó lenne. lesz. Jó lesz, a te számodra is jó lesz. Tényleg? Biztos, majd meg fogod látni, majd lehet, hogy jövő ilyenkor újra visszahívsz, és majd el fogod mondani. Szép éved lesz neked, és én kívánom szívemből, mert én téged nagyon szeretlek, kedvellek, szeretem Jaj, amit, de kedves. a műsort, amit csinálsz, nagyon nem vagy erőszakos, olyan, olyan barátságos vagy, és azt kérdezed valahogy érdekes módon, ráérzel, hogy az ember mit szeretne mondani, mi az, amiről szívesen beszél, és te neked meg ez a képességet, és csak csináld, én kívánok neked ehhez nagyon sok sikert. De majd Nagyon-nagyon kedves vagy, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát azt hiszem, hogy ennél szebb végszó, hogy azt mondtad, hogy a 2006-os év mindannyiunk számára jót hoz és jobb lesz, hát ennél szebb nem kell, és hát akkor a nézőknek nincs más hátra, mint hogy innen az ismerős díszletéből is azt kívánjuk, hogy ilyen legyen ez a 2006-os év. Jó és szép és békében gazdag. Köszönöm az egész évi figyelmet, és hát remélem, hogy a jövőben is olyan érdekes és színes személyiségek ülnek majd itt velem szemben, mint Manusika volt. Köszönöm még egyszer, viszont minden jót mindenkinek.